Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Ez pedig itt a fíztelő. Fíztelő, nagyon jó, így van. Analóg az analógban. Jaj, de gyönyörű. Ez volt a tehetségkutatóval a teljesítményük. Így van. És ugye egy újabb zenekar, akiket a Kilmendi Tehikutin fedeztünk fel. És megnyerték, bazd meg. És megnyerték. Egyébként tök durva az, hogy visszagondolva, hogy ugye ők a legelső selejtezőben voltak, amin még ugye mi is zsűriztünk, mi is eldobtuk az agyunkat, és utoljára léptek színpadra, még arra is emlékszem, hogy lement ugye a négy izé, igen. A négy előtte lévő zenekar, és utoljára így fölálltak a igen. Színpadra, és ugye a Dani ott berendezte így az Enterprise-nak a izét. minden négy gyakorlatilag három méter magasabb rendőr antennával. Igen. És így ebből mi a pöcsöm lesz, és így letettem magam mellé a hajamat, de mindenkivel egyetemben. Igen, igen. Mert olyan energia árad gyakorlatilag az egész zenekarból, és annyira egyben voltak, hogy az valami szenzációs. Uh-huh. És itt az elején hozzá is tenném egyébként, hogy élőben sokkal jobban működik. Lemezen se szar, de élőben háromszor-négyszer olyan jól működik az egész. Igen. És ehhez egyébként hozzátesz az is, hogy szerintem annyira nem szól jól a lemez. Most nem tudom, hogy hol stúdióztak, de bárhol is. A védelmükben meg kell jegyeznem, hogy olyan anyag itthon, amit referenciaként szolgálhattat volna számukra, olyan nem nagyon van. Ja, ebben a stílusban gondolom, mert arra gondolsz. Persze, úgy ja, értem. Persze, tehát, akkor nincs. Ilyen, ilyesmi zene itthon, én nem tudok még egyet mondani. Nem. Most így hirtelen én se. Külföldön se sokat, de itthon meg főleg nem. Tehát amikor már azt hinnéd, hogy Depeche Mode, vagy valami hasonló lenne, így következne, akkor felcsendül a Daninak a torokmetszet üvöltése, vagy valami igen, súlyos riff. És így megnyugszol, hogy ez nem az. Igen. És tök megértem, hogy ők nyerték meg, mert tényleg egy full egyedi hangzású csapat, jó dalokkal. Így van. Aki mondjuk ismeri a Novás teljesítményét, tudja, hogy mire, milyen vokára számíthat. Tehát itt a szószoros értelme tiszta ének nincsen. De mégis tud azért dallamos lenni a maga módján, például a Horrified-ban, ahol meg máshol is a kütyük is szolgáltatják főleg a dallamokat. Tehát itt azért nem az emészhetetlenségig van, tehát hiába majdnem, tehát szinte végig durva ének van, sőt végig durva ének van, azért dallamos zenéről beszélünk. Persze. Alapvetően. Meg ugye itt nem a klasszikus értelembe vett hörgés van, hanem nagyon sokszor ilyen rapbe oltott az egész. Igen. És 20 évvel ezelőtt rengeteg ilyen megoldás volt, amikor ugye az üvöltve rappelek címet. Igen, nagyon sokan ugye a Nine Inch Nails-t is mondták. Nine Inch Nails nem sokat hallgattam Nine Inch Nails-t, tehát nem tudom, hogy valóban igazuk van-e, de én elhittem az embereknek, akik ezt mondták, mert biztos értik, vagy tudják, persze, vagy nem tudom. Persze, de nekem nem az jutott eszembe. De akkor menjünk mélyebbre, bocsánat, ott a trofi, ami akár Infected Mushroom, vagy valami igen. Hasonló trip-hop, valami elborult trip-hop csapat műhelyéből is kikerülhetne, hetett volna. Igen. Tehát azért sokszínű a történet, nem csak az van, hogy akkor áresztjük a 70-es évekbeli Moog szintetizátort, meg a mi a tököm, az a Temerin. Temerin, az. Vagy valami hasonló. Igen, valami igen. Hasonló, igen. Tudjátok, tehát, amivel így varázsolni ne, kell. Nem csak az vagy az, ezeket ráeresztjük ilyen marcon a metal riffekre, meg az üvöltésre, hanem itt azért jó dalok vannak. Tehát, hogy igen, szögezzük meg, ezt le. Meg ugye azt is mondták, hogy azért nem kevés időt eltöltöttek a próbateremben. Hallatszik is. Kijöttek volna ugye akár lemezzel, akár élő teljesítménnyel, és baromira hallatszódik. És itt jegyeznél meg, hogy az a basszus hangzás, bazd meg. Igen. Az olyan mocsok kurva jó, hogy az valami eszméletlen. De akkor már élőben is lehozza amúgy. Az élőben a basszus. Ja, hogy az? Persze. Hát az úgy megrotyogtatott. Jézus. Nagyon sajnálom, hogy elnyomta a gitárt. És egyébként a lemezen valamivel jobban hallatszódik a gitár. Igen. De még én még, mint büszke gitártulajdonos, én még mindig egy kicsit azt mondom, hogy a gitár el van nyomva.
Viszont megértem, hogy itt ugye a gitár ugyanazt hozza, mint a basszus, tehát igazából a kettő együtt meg már bőven alájátszik a szintiknek, meg az éneknek, tehát nincs ezzel probléma igazából, csak én még egy kicsi boostot el tudtam volna rajta viselni. Ettől függetlenül marha jó groove-ok vannak. Tehát nagyon... És ahogy egyébként a gitáros meg a basszeros kolléga, ahogy így beállnak, tudod, élőbe, és akkor nyomják, annyira bele tudják élni magukat, és basz meg átveszed, és átjön, és tényleg nagyon jó vibe-ja van az egész zenének. Nagyon jó, és nagyon egyedi. Baromi jó. Meg ugye hát élőben kettő durva ének van, tehát a gitáros igen, is durván vokálozik. Igen. És egyébként, ha már így mondtad az első, hogy az első kutatón léptek fel. Igen. Ők voltak az első, akik jelentkeztek. Tehát az előselejtezőn, a zárt falak mögötti, színfalak mögötti előselejtezőn, amit a patreonosaink tudják, hogy volt. Lesz még. Lassan jön a többi is, csak érjük utol magunkat, főleg én. Még idén jön a második rész belőle. Idén az összes jön, de valószínűleg ilyen karácsonyi ajándék lesz a vége. Mert igen. Ahogy haladunk, most jelen áll lesz, szerint lassan érik utol magunkat, szóval ők voltak azok, akikkel legelőször megismerkedtünk a tehetségkutató kapcsán. És akkor néztük, hogy az a Kósodani? És az a Kósodani, és tényleg egyébként dicséretes az, hogy a komplett Nova Prospektot bulizott. Igen, eszméletlen az a bajtársiasság és lojalitás, igen. Amivel tényleg följöttek Kecskemétről azért, igen. Mert a Dani játszik. Igen. Tehát én imádom. A kis Dani mondjuk nem, de ő magának való ember, tehát ő azért nem. De Jocó ott volt mindig, a Juci ott volt mindig, a Gabó ott volt mindig. Úgyhogy igen, úgyhogy beszurkolták. A hatalmas szív ott is ott van. Így van. Imádom. És amit leműveltek egyébként az AFC előtt a parkba, az is kalapemerésre méltó. Tehát, mit akarta? Ja igen, és ugye alapból 7 dal van a lemezen, 2 átvezető. Vagy instru. 1, nem? Szerintem 2 volt. Az Abomination volt az egyik, de abban is van némi, nem tudom, én is azt átvezetőnek írtam volna föl. Oké, legyen. 5 teljes értékű dal, meg egy fél, meg egy 3, legyen. Így, na így már pontos egyébként. És igen. Tegyük hozzá, hogy a trofinak a kezdője az Majka mindenki táncolt. A korrektség jegyében jegyezzük meg, hogy még hangszínben is, de ettől függetlenül jó, csak már mótvá. Úristenem, mindenki. Na jó, igen. Szóval az összefolyás jegyében meg kell jegyezni azt, hogy én egyetlen dalként tekintek erre a lemezre. Mert olyan szépen egymásba folynak a dalok, mert ez egymásba vannak úsztatva, nincsen markánsan elválasztva, tehát az effekt az minimum az effekt átfolyik a már következőben. Értelek. Tehát én erre ugyanúgy tekintek, mint mondjuk az Edge of Sanity Crimson-re, csak az 43 csak perc. Csak az nem, az kereken 40 perc az a dal, meg a lemez, és ott azért több minden történik, meg az durvább. De ja. Egyébként ez is itt csodálatos megoldások vannak. Így van. És tulajdonképpen azért gondoltuk, hogy akkor ezt kibeszélőbe hozzuk, nem epekedőbe, meg beszéljünk róla, mert tehát ha ez nem illik bele gyakorlatilag abban a sémában, ami miatt létrehoztuk ezt az egész fülelő dolgot, hogy ismeretlen, tehetséges zenekaroknak egy kis platformot adjunk, még ha csak tényleg nagyon szűk rétegnek, meg ki nagyon kicsi platformot a mi lehetőségeinkhez mérten, akkor igen, is, mert igen. Megérdemlik. Igen, itt kötném rá, hogy láttad, mit írt a gyorsan nyepleps alá? Nem. Hogy nagyon köszönjük a videót, hogy amit készítettünk, mert hogy általunk ismerte meg a plebszet, hogy tovább nyitottuk meg, hogy, hogy beleraktuk a videóba, és úgyhogy... És ő meg azért, ő is tud platformot nyújtani, tehát... Így van, reméljük, hogy fog is egyébként, mert igen. A plebszes rácok is baromira megérdemlik, ahogy igen. Egy... De az eszidék már voltak azt hiszem a Győrsanyinál bent, ők már voltak. Ebbe a Sanyi beelőzött minket, akkor azok mi előztük be őt, hogy egy-egy. Így van. De egyébként tényleg, tehát nem tudjuk, hogy elő fog-e kerülni a TK-ból még zenekar. Már előkerültek ugye, amikor ja. Még nem volt tehetségkutató.
De én azért még esetleg egy Kirby Twice-ról, hogyha lesz lemez, vagy valami anyag, én még rájuk még rámennék, mert őket tartom még annak, hogy, hogy ez így kész van. Ha még egy élő koncertvideót prezentálnak, hozzá se baj. Tehát, hogy... Igen, mert ott a... Miért beszélsz olaszul? Nem, mert ott a Emma. Jó, igen. Igen, szóval ott az Emma olyan produkciót rakott le, ami azt mondom, hogy kész, színpad kész. Így van. Úgyhogy nagyjából ennyit gondolunk egyébként. Ja, és visszagondolván a 10 perccel ezelőtti gondolatomra, hogy már ott az első selejtezőn érezni lehetett, hogy az Acid Empire az ott lesz. Első buliuk volt, vagy második? Az volt az első koncertjük, bazd meg az életükbe, a elődöntő a második, a döntő meg a harmadik. Tehát a harmadik bulis zenekar vitte az egészet. Hát de emlékezz már, hogy nem volt kérdés, hogy ott tovább menjünk, ja, tovább mennek. Nem. Tehát kurvára nem volt kérdés. Egyáltalán egy percig se nem volt kérdés. Na, gyerekek, de szóval ennyik voltunk mára. Így van. Mindenképpen menjetek rá az Acid Empire-re, mert tényleg tehát az van, hogy ilyet még biztos nem hallottatok idehazáról. Szíves. Vagy ha igen, akkor még mi nem tudunk róla, hogy van. Tehát akkor meg mutassátok, mi volt az. És küldjétek el, igen. Ja, így van. Szívesen egyébként. És tessék szupportálni az Undergroundot. Mindenképpen. Írjál, iratkozzál, lakomázzál. Szevasztok, srácok. Tér. Nagyon jó. Bazd meg, hát évek meg a rutin.